Köszöntöm Önöket! A mai weekendben a zene, a gasztronómia és természetesen a húsvét kapja majd a főszerepet. Múlt héten a Tankcsapda járt itt a stúdiónkban, akik egy fergeteges koncertre készülnek Nyíregyházán, mégpedig az Alvin és a Mókusok kíséretében, vagy tulajdonképpen együtt, az együttes basszusgitárosa, Csoma Viki a vendégünk. Szia Viki! Sziasztok! Hát nem tudom, hogy mire készülsz jobban, a koncertre, vagy a húsvétra, így a nőtől, hogy tegyem föl ezt a kérdést. Hát az az igazság, hogy kicsit a koncertre jobban, mert húsvétkor nem nagyon vagyunk itthon. Nekünk még most zajlik a jubileumi turnénk, és most pont ilyen európai turnén vagyunk. Most voltunk Erdélyben múlt héten, azelőtt héten pedig Írországban és Angliában voltunk, egy hétvégén belül, és most Szlovákiába megyünk, most hétvégén. Úgyhogy igazából most, amikor itthon vagyunk, inkább a koncert szervezésével töltjük az időnket, mert mi vagyunk ugye a szervezők, a házigazdák ezen a bulin, és igazából ez már azt hiszem a harmadik alkalom, hogy együtt játszunk a Tankcsapdával, még akkor a Bújtosi csarnokban, most már ugye az arénában, és ezek mindig borzasztóan jól sikerült koncertek voltak, mert hogy mondjam, azért összeverődik ott az az ember, aki a Tankcsapdára jön, vagy az Alvinra jön, és akkor közösen van egy nagy buli, és hát bízom benne, hogy ez is nagyon-nagyon jól fog sikerülni. Ez egy nagyon speciális alkalom, mert ugye Lukács Laci a Tankcsapda frontembere 50 éves lett az idén, a zenekarunk pedig 25 éves lett, ugye 93-ban alakultunk, meg hagy mondjam el, hogy én pedig 20 éve vagyok az idén a zenekarban, bár ez nincs benne a programban, de ez én is jobb jubilálok. Igen. Úgyhogy egy nagyon speciális showval, műsorral készülünk és várjuk a rajongókat. Akkor ez egy mega szüli nap lesz. Annyi mindenről beszéltél, hogy sok-sok kérdést is felvetett bennem, de mivel ugye az időnk a sajnos véges, most akkor elsősorban erre a bulira koncentráljunk, és ha még lesz időnk, akkor magáról ugye a jubileumi koncert évadotokról is, mert hát azért nagyon izgalmas lehet az is, hogy ugye nem csak Magyarországon, hanem tényleg Európa több országában is koncertezik az Alvin és a Mókusok. Szóval ez a harmadik alkalom. Hogy jött a ti kapcsolatotok? Mert végül is nyilván együttesekkel lehetnek jó viszonyba, de azért nem mindenkit választ maga mellé mondjuk egy Tankcsapda. Igazából már ugye nagyon régóta ismerjük egymást, a sors és a programjaink sokszor egymás mellé sodort minket, és kezdettől fogva nagyon jó volt velük a kapcsolatunk. Ugye sok közös téma van, sok közös érdeklődés, közös célok, és nagyon örülök neki, hogy tényleg az van, hogy segítjük egymást a pályán. Van, amiben mi tudunk dolgokat nekik adni, van, amiben ők tudnak nekünk dolgokat adni, és már mi többször dolgoztunk együtt, és mindig nagyon jól sikerült, és nagyon jó volt ugye a hangulat és a kommunikáció, úgyhogy ezt meg is tartottuk, ezt a hagyományt. És mit kérdeztél? Hogy... Hát tulajdonképpen igen, hogy honnan is gyökerezik ez a kapcsolat. Igen, innen is, hát nagyon remélem, hogy ez folytatódni fog, és igazából a bulit, hogy szóba hoztuk, ugye az április 7-eit, speciális lesz a műsor, mert ugye nekünk is most inkább magunkról beszélnék elsősorban, mert nem, a Tankcsapdát nem mindent tudom, hogy mivel készülnek. Igazából mi egy nagyon látványos showval készülünk, amivel még talán eddig sosem, és a műsort is megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy minden olyan dal benne legyen, ami úgymond slágere esetleg a zenekarnak, mert általában minden évnek a turnéja arról szokott szólni, hogy van egy új lemez, azt turnéztatjuk, bemutatjuk, és szeretnénk az emberekkel megismertetni, de ez a koncertsorozat, ami most megy, ami már megy egy ideje, és majd kicsúsosodik ugye az arénában, ott tényleg egy olyan műsort állítunk össze, ahol azokat a dalokat próbáljuk meg beletenni abba a másfél-két órába, amiket tényleg azt mondhatjuk, hogy minden ember, vagy minden rajongó szeret és ismer. Ha már említetted ugye a látványosságot, gyakorlatilag ma már ebben az évszázadban egy koncerthez ugye hozzátartozik a látvány is. Tehát lehet bármennyire jó a zenekar, és bármennyire jó a zene, hogyha különböző effektekkel ez nincs megspékelve, akkor nem mondom azt, hogy unatkozik a néző, de valahogy elvárja. Tehát az élményhez, a feelinghez hozzátartozik. Ez mennyire nyomasztó mondjuk egy együttes számára? Igen, ezt jól látod, mert valamelyest egy zenekarnak ez egy ilyen szintlépést jelent. Mert mi mindig törekedtünk arra, hogy jól szóljunk, mindig egyre jobban olyan felszereléseket, hangszereket vettünk, hogy tényleg a hangzásban úgy tudjunk megszólalni, hogy mi szeretnénk,
És valóban egy ilyen nagyobb volumenű koncertnél, mert egy klubkoncert megint más, mert ott általában azok jönnek el, akik tényleg ismerek minden dalt, és nekik az is élmény, hogy na, akkor hallottam ezt, vagy azt a dalt, de ugye egy ilyen nagyobb volumenű koncerten valahol el is várják az emberek, hogy igen, legyen látványban is olyan, ami pluszt ad a zenéhez. És azért próbálunk erre törekedni, tényleg évről évre mindig valami újat hozzátenni ahhoz, hogy a koncertjeink egyre látványosabbak legyenek, szórakoztatóbbak legyenek. Egy-két technikai dolog, ugye április 7-én lesz, igen. Mikor van kasszanyítás, vagy érdemes előre vásárolni a jegyeket, vagy ezt még a helyszínen? Érdemes előre vásárolni, mert mindig nagyon nagy szokott lenne az érdeklődés minden évben eddig, mert volt már olyan, hogy elfogytak a jegyek. Tehát már nem tudtak bejönni a koncertre, azt hiszem a legutóbbi koncertnél is volt ilyen. Rajtunk kívül 2 darab zenekar fog még fellépni. Jön egy zenekar Amerikából, a Dissident zenekar, akiknek amúgy van magyar vonatkozásuk, illetve majd, amikor mi megyünk ki Amerikába az ősszel, akkor szintén velük, tehát most ez egy ilyen, egy ilyen csereüdültetés, ők fognak kezdeni, utána lesz... Testvérzenekar Amerikából, ugye? Igen, és azt hiszem, ők 6 órakor kezdenek, 7 órakor lesz a szükségállapot zenekar, ők egriek, ők is már egy idősebb zenekar, tehát már 10 éve léteznek, és azt mondja, hogy 7 és 8 órától kezdünk mi, és akkor utána pedig a tankcsapda. Nos, hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó kis buli lesz. Szerintem az időnk elfogyott, úgyhogy nem fogunk tudni sem Írországról beszélni, sem Erdélyről, talán csak annyit, hogy milyen a zenekar fogadtatása, és más mondjuk egy írországi közönség, mint az erdélyi vagy a magyar. Igazából Írország elég speciális, mert ott valóban vannak írek is koncerten, meg pont Szent Patrik napon voltunk kint, és rengeteg turista volt, de főleg magyarok szoktak lenni. Tehát például Londonban is, hogyha játszunk, akkor talán egy-két ember kivételével mindenki magyar. Rengeteg magyar van Európa szerte, szinte minden országban, és igazából őket találjuk meg ilyenkor elsősorban. Azt hittem, azt mondod, hogy Szent Patrik napon voltatok, és nem is emlékeztek rá, hogy kilépett föl, mert mindenki nagy mennyiségű sört fogyasztott. Hát ott tudnak olyankor, igen. Azt gondolom, ezekhez a koncertekhez az is hozzátartozik. Viki, hát boldog születésnapot kívánunk Lacinak is, a zenekarnak is, és köszönjük a te szépen. 20 éves jubileumodhoz is sok köszönöm. Sikert. Kedves nézők, mi pedig hamarosan folytatjuk gasztrofesztivállal, különleges ízek. Hát kihagytam azt, hogy zenei, mert hogy gasztro zenei fesztivál. Ettől több, mint egy szimpla zenei fesztivál, és több, mint egy gasztro fesztivál, de hogy tényleg így van-e, vagy csak én okoskodom, arról Török László, mint főszervező, szerintem hamarosan tájékoztat is minket. Laci, honnan jött ez az ötlet, hogy itt az ízeket meg a hangokat összevegyítsétek? Onnan jött az ötlet, hogy a húsvét egy viszonylag üres időszak turisztikai szempontból. Nem csinál ebben az időszakban, vagy csak kevesen csinálnak igazából rendezvényt, és amiket csinálnak, azok ilyen hagyományos történetek, amik tök jók, de szerintünk meg lehet másat csinálni. De ezt a Les Fest Promotion szervezi, ugye a fesztiválra azért bőven leraktuk a névjegyünket, és arra gondoltunk, hogy picit a Veszprémi utcazenei fesztivál mintájára próbálunk itt ebben az időszakban összerakni egy olyat, amiben van egy erős gasztrovonal is, meg van egy erős zenei vonal is. És hát úgy gondolom, hogy sikerült a zenei részről beszélnék először. Lesznek külföldi előadók, akiket mondjuk a Ripoff Raskolnikov vagy a La Treska, amikor odaér az ember, imádni fogja. De róluk kevesebbet akarnék mondani, őket látni kell. Viszont van egy csomó ismert magyar előadó, Nyárai Márka Random Tripből, a Lóci játszik, Bagosi Brothers, nem is tudom, kit mondjak még, az Ocsó Macsó, vagy a Pál utcai fiúknak az akusztikus verziója. Tehát, és ezen kívül rengeteg zenekar a megyéből, ami számomra az első Les Festtől nagyon fontos volt, hogy aki a megyében, akár Nyíregyházán, akár Kisvárnán játszik, annak legyen mindig színpadja. Úgyhogy... Ennek gondolom, hogy nagyon örülnek azért a helyi zenekarok, ugye? Igen, és ezekből mindig óriási küzdelmek vannak. Olyan? Mindenkivel nem lehet odaérni. Mi alapján válogattok? Alapvetően, aki illik a rendezvény tematikájához, azt tud jönni. Tehát ebből például a Kelet-Brezben, de azt gondolom, hogy a fiúk 2 év alatt simán elérték azt, hogy megkerülhetetlenek, de mondjuk a Folk Fusion szinte az utolsó pillanatokban esett be, hát, volt egy kis lehetőség, és például ők is teljesen illenek a történethez. Vagy a Radar zenekar. A Radar
én nem is tudom hány éve tolja Kisvárdán a rock'n'rollt, tehát nem lehet úgy fesztivált szervezni, hogy ők nincsenek színpadon. Ezek szerintem viszonylag egyszerű tézisek. Hát igen, azt gondolom, hogy tényleg ezeknek a magyar együtteseknek nem kell promóció egyébként, például a Kelet-Brestben nemrégiben itt a Kölcsei Televízióban is a mi vendégünk is volt, mi is igyekszünk a helyi zenekaroknak is helyet adni és teret, mert hát azért az itt ugye előtted az Alvin és a Mókusok frontembere Viki beszélt, az, hogy 15-20 éve, vagy tényleg sok éve küzdenek sokszor, és az ismeretlenségből jutnak el akár európai, vagy világot jelentő deszkákra, az mindenképpen nagy dolog, és mindig vannak fiatalok, akiknek még nem csak a viccek, hanem a zenekarok is újak. Hogy kell majd elképzelni a fesztivált? Ugye derült napfény, igazi tavaszi hangulat, nagyon bízunk benne, hogy legalább 18-20 fok lesz, tehát még izzadni is fognak azok, igen, akik ezt, ott állnak a színpad előtt. Az időjárást ezt egy picit nehéz volt elintézni, de tuti lesz, tehát vasárnap, hétfőn borzasztóan jó idő lesz. Be a Sétáló utcába terveztük be a rendezvényt, a Sétáló utca két végében lesz felrakva. Ezek igazán nem nagy színpadok, egy utca zenejéhez mérten akkora nagyságú színpadok, amin pont jól elfér a zenekar, és inkább az előadónak kell átjönnie, mint a szuperhang vagy fénytechnikának. És akkor azon kívül a Sétálóban nyílik egy béres tér elnevezésű rész, ott lesz a helyi zenekarok színpada, illetve van egy nagyon jó kávézó Kisvárdán, és annak a belső udvarát használjuk még fel, az lesz a negyedik színpad. És ugye ilyen virágkazettás, nagyon szépen megcsinált Sétáló utcája van Kisvárdának, közé terveztük be a gasztronómiai egységeket. Hát ugye itt húsvét előtt azért érdik virítani valami különlegességgel. Igen. Tudod-e már, hogy milyen ízekkel találkozhatnak a látogatók? Két irány van a gasztro résznek. Az egyik a hagyományos magyar vendéglátás. Lesznek ilyen vendéglátóegységek, illetve ott nyilván a Sétáló utcában is beszéltünk az ottani üzlettulajdonosokkal, hogy nyissanak ki. És én ezektől az egységektől azt kértem, hogy mindenképpen legyen sárga túró és töltött tojás. A sárga túró... Mert neked ez a kedvenced, ugye? Nem mondanám, hogy nagy sárga túró rajongó vagyok, de az viszont biztos, hogy Debrecenben vagy attól távolabb kevésbé ismerik ezt a történetet, és elég széles körben hirdettünk, nagyon sok helyen plakátoltunk, toltuk Facebookon, Instán a történetet, tehát szerintem sokan fognak kívülről jönni, ezért ezt a gasztronómiai részét meg tudjuk mutatni, ami olyan igazi szabolcsi hagyomány. Ezen kívül meg a food truck show fog jönni, és ennek megfelelően street foodos egységek, de lesz Nyíregyházáról is több olyan étterem, vagy hamburgeres, akik szerintem nagyon jót csinálnak, és ők is megmutatkoznak. Rájuk nyilván nem lehet a sárga túrót ráerőltetni, de szerintem részükről is jó kaják lesznek. Kézműves sörök, szuperborok, tehát ami egy gasztrozenejhez hozzátartozik. Akkor aki enni és inni is akar, az lehetőleg vigyen magával, nem tudom, valakit, aki vezet, ugye? Vagy akár meg is szállhat Kisvárdán, erre is van lehetőség. Azt szerintem már lehet, hogy egy picit késő lesz, tehát ezt a Leszfesznél tapasztaltuk leginkább, hogy ma már nagyon-nagyon nehéz lenne arra is szállást foglalni. Szerintem most lehet, hogy a gasztrozeneire is nehéz lenne már odaérni. Ezeknek a rendezvényeknek egyrészt ugye ami kifelé látszik belőle, hogy sokan vannak ott és jól érzik magukat, de nagyon komoly turisztikai forgalmat generál. Ez látszik a vendéglátóegységek forgalmában, a kisboltok forgalmában, szálláshelyekben, tehát ezer olyan dologban, ami a turizmuson keresztül kisvállalkozásokat éltet. Hogy készüljünk akkor? Hány órától hány óráig tart majd a mulatság? Egykor nyitunk minden nap, és este 10-ig tart a program. Ja, a zene és a gasztronómia mellett lesz bábszínház, lesz BMX bemutató, lesznek nagy bábként kószáló emberek, felöltöztetjük az utcát is ünneplőbe. Tehát akkor hétfő estig gyakorlatilag. Hétfő estig. Már csak azért is nagyon jó, emlékszem, hogy vagy kb. 10 évvel ezelőtt volt egy olyan időszak, amikor már senki nem akart locsolkodni, és mindenki ilyen borzalmas lepukkant árokpartokon ült egy kis piknik akármivel, hogy ugye ne kelljen vendéget se fogadnia, de mégis valamiféle kirándulása legyen, és azt gondolom, hogy kiváló egy ilyen helyszín, ahol gyakorlatilag mindent megkímélődünk, és közben persze nagyon jól érezzük magunkat. Hát sok sikert kívánok, várunk és áldott napos húsvéti bulit, akkor, ha lehet ezt mondani. Ott találkozunk. Mi pedig folytatjuk. Nemrégen Nyíregyházán járt egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal tehetség, Boros Misi, akit a Virtuózok című műsorban ismert meg a nagy közönség. A következő percekben erről a koncertről láthatnak egy összefoglalót. Thank you.
Hogyan telik ez a hangverseny évadot? Hol koncerteztél? Szerencsére rengeteg helyre jutottam idén már, nagyon hálás vagyok a sok meghívásért, tényleg ez egy nagyon nagy öröm számomra. Idei szezonban már volt a MIPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, illetve külföldön is már jártam Brazíliában még decemberben, és pont most lesz Sánkhájban is egy, most a mai koncert után, úgyhogy nagyon örültem, hogy én Nyíregyházára is eljöhettem. És hogyan állnak a tanulmányaid? Igen, én Pécsett a Művészeti Gimnáziumban tanulok, és ott Megyi Móresznyi Schmidt Ildikó a tanárom, illetve van egy fantasztikus mentorom körülbelül egy éve, Bugányi Gergely művész úr, úgyhogy így közösen segítenek és támogatnak engem, úgyhogy a tanulmányaim az ő kezük alatt folyik. Mennyire változott meg az életed azóta, amióta Virtuózokban ilyen csodálatosan szerepeltél és megismertünk téged? Abszolút megváltozott, hála az égnek, nagyon-nagyon sok felkérés, koncert felkérés érkezett, aminek nagyon-nagyon-nagyon örültem. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm számomra, egy fantasztikus élmény, hogy ennyi helyre eljuthatok. Van időt tinédzsernek lenni? Igen, természetesen elég sokat eljutok iskolában, azért a koncertek mellett bőven jut időm az iskolába járásra, is nagyon jó osztályom van, nagyon jó az iskola, úgyhogy én tökéletesen érzem magam Pécsett, és tényleg tudok igazi fiatal lenni az osztálytársaim és az iskolám segítségével. Külföldön hogyan fogadnak ennyire fiatal zongoraművészt? Nagyon-nagyon jól, én ezt nagyon élvezem, amikor külföldi pódiumokon nagyon-nagyon megörülnek. Nekem csodálatos élmény mindig kiállni külföldön, illetve itthon is természetesen egy színpadra, mivel ugye még elég fiatal vagyok, most 15 leszek áprilisban, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó. Órát gyakorolsz naponta? Naponta átlagosan 4-5 órát szoktam gyakorolni, hétvégén van, hogy 6-7 órát is, de én ezt nagyon élvezem, ezt a sok órát a zongora hangszer mellett. Következő vendégeink a Baktal Úrendházi Vai Ádám Gimnázium mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégiumból érkeztek, illetve hát a Kanári-szigetekről érkeztek, mondjuk nem teljesen most szállt le a gép, és hogy mit is kerestek a diákok itt, erről fogunk beszélgetni egy pályázat kapcsán. Sziasztok, jó estét! Itt ugye néhány gondolat erejéig mi már átfutattuk, hogy azért ha irigyek a nézők, akkor azt is tudniuk kell, hogy bizony azért ezt egy nagyon kemény munka előzte meg, hogy a Kanári-szigetekre jussanak a diákok. Mit kell tudnunk erről a pályázatról, amelynek ugye tulajdonképpen egy állomása volt ez az utazás? Annyit kell tudnunk róla, hogy ez a pályázat 2016. szeptemberében indult útjára, és három partnerországgal, Spanyolországgal, Németországgal és így Magyarország együtt dolgozunk az integráció témakörében. A mi iskolánk hangsúlyozottan a roma integrációval foglalkozik, hiszen nagyon sok roma tanulónk van az iskolában, a környékünkről nagyon sokan érkeznek. És a két érintett ország persze az európai bevándorlással küzd nagy-nagy számban,
és arra fektetjük a hangsúlyt, hogy olyan programokat dolgozzunk ki, ami alkalmas lehet bármely országban, bármilyen korosztályú tanulódiák integrálására, hiszen egy ilyen helyzetben lévő tanulónak mindig nehéz a beilleszkedés. Hogyan kerültek ebbe a programba, illetve a pályázatba mondjuk pont ezek a fiatalok, akik most itt vannak velünk a stúdióba? Nagyon egyszerű tulajdonképpen, hogyha érdekli őket egy picit a témában való dolgozás, kicsit nyitottak arra, hogy megismerjenek más kultúrákat, akkor szabadon jelentkezhettek, és folyamatosan együtt dolgozunk, hétről hétre különböző feladataink vannak, tradíciókat kutatjuk, vizsgálgatjuk, hogy mely országnak milyen szokásai vannak. Mindig folyamatos kapcsolatban vagyunk a külföldi diákjainkkal is, és ugye így információkat cserélünk, és tulajdonképpen, hogyha kitartóan dolgoznak, akkor lehetőségük van ezekre az utazásokra is velünk jönni. Abigail, te már most ugye másodszor jártál a Kanári-szigeteken. Mennyi plusz feladatot jelent ebben a pályázatban való együttműködés? Hát végül is tanárnő adja számunkra a feladatokat. Ezek végül is nem olyan nagy feladatok, könnyen meg lehet csinálni. Mi volt az, amit téged motivált akkor, amikor jelentkeztél? Érdekelt mondjuk akár egy spanyolországi kultúra, vagy csak annyira ráértél, hogy szerettél volna valami pluszt is csinálni? Hát érdekelt, hogy milyen is ez a sziget, és persze a spanyol kultúra is, és hogy hogyan élhetnek ott, meg persze teljesen más világ az a sziget, és tehát érdekelt. Tamás, te most kerültél, ugye? Tehát nem számodra ez volt az első utazás. Egy picit mesélj az élményeidről, mi mindennel gazdagodtál, mi volt a legkülönlegesebb az utazás során? Hát egész évben nagyon jól éve, nagyon jól éreztem magam. Nagyon jól fogadtak engem, szerintem, és nagyon sok mindent megtudtam arról a kultúráról, és még valamennyi nyelvet is tudtam tanulni. És mennyi időt töltöttetek ott? Egy hetet. Hát egy hét, úgy gondolom, hogy... Mikor voltatok pontosan itt a tél közepén? Az február 20-ától 27-ig volt ez a kiutazásunk. Valószínűleg sokkal kellemesebb volt az idő a Kanári-szigeteken, nehéz volt visszajönni. Emberileg, vagy a maga a személyiségetek, vagy a hozzáállásotok mondjuk, akár az integrációhoz, akár a más kultúrából jött emberekhez, mennyire változott, hogy érzitek? Hát számomra szerintem nekem teljesen megváltozott az az élményem, hogy ott tényleg mindenkit befogadnak, mindenkit egyenjogúnak tartanak. Amikor hazajöttél, vagy visszajöttél, akkor nyilván az ember visszacsöppen ugyanabba a kultúrába, és ez a kérdés, ez akár most rád is vonatkozik. Ti hogy élitek meg diákként? Meg kell küzdeni? Vagy van olyan szituáció, hogy esetleg meg kell védeni valakit, akinek mondjuk nem olyan a bőrszíne, nem olyan a vallása, nem olyan az egzisztenciális családi helyzete, mint mondjuk egy átlagembernek. Vannak-e esetleg a mindennapjaitokban ilyen helyzetek, ilyen kritikus helyzetek akár? Hát szerintem mi szerencsések vagyunk, mert nem találkozok ilyenekkel, és a mi iskolánkban, ahova járunk, elég elfogadóak vagyunk, de én is ezáltal a projekt által még elfogadóbb lettem másokkal szemben, és jobban meg tudom érteni azokat az embereket, akik esetleg úgy élnek, vagy éppen olyan helyzetben vannak. Ilyenkor ugye az is egy érdekes kérdés, hogy vajon a partnerek hogyan látnak minket, magyarokat. És most egyáltalán nem célom sem politizálni, sem arról beszélni, hogy az Európai Unió mondjuk mit gondol a magyarországi politikáról, vagy a mi hozzáállásunkat mondjuk akár a migránsokhoz, de ezzel kapcsolatban sikerült valamiféle tapasztalatot szerezni, vagy esetleg a németekben, vagy a spanyolokban élő sztereotípiákat egy kicsit talán csak kenteni a személyes kapcsolat által? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Folyamatosan azt érzem, hogy az elmúlt másfél év alatt nagyon jól tapasztaljuk azt a saját bőrünkön. Tulajdonképpen, amikor személyesen megismerkedünk egymással, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a politikai helyzet, mindig az számít, hogy adott ember hogyan áll hozzá a helyzethez, és nagyon elfogadóak velünk, barátként tekintünk egymásra, kölcsönösen barátként tekintünk egymásra, és senkiben meg nem fordul a gondolata annak, hogy esetleg ez az ország az, ahol nem tudunk
maximálisan befogadóak lenni. De tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem ez számít, mert mindenképpen folytatjuk a munkánkat, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a diákokban alakuljanak ki azok a szolidáris érzések, hogy a jövőnkben jobbá tudjuk tenni a környezetünket. Hát igen, ugye ők a jövő. Most eszembe jutott, valahol láttam egy ilyen kis rajzot, különböző bőrszínű emberkék ülnek egy kávézóban, és akkor ez volt azt hiszem a felszólítás. Képzeld el azt, hogy egy mohamedán, egy zsidó, egy arab és egy keresztény beülnek egy kávézóba, és ez nem vicc, hanem ez a valóság. Tehát igazándiból, hogyha megismerjük egymást, és vannak közös élményeink, akkor ugye az ember a családjában, vagy a kiterjedt barátaival kapcsolatban is úgy van, hogy lehet, hogy vannak vitáink, mert más a világról való elképzelésünk, de hogyha szeretet van egy kapcsolatban, akkor ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tehát valószínűleg nem ugrunk egymás torkának, hanem legfeljebb egy kicsit másképp gondolkodunk. Van még akkor egy év hátra ebből a folyamatból, ugye? Mi lesz ennek a vége? Vagy lesz-e valami nagy közös jambori, vagy valahol találkoztak-e majd? Mi lesz? Mit tudtok erről? Annyit lehet még tudni, hogy külföldi találkozónk még kettő lesz, majd 2018 novemberében, illetve 2019 januárjában, és a záró találkozó az itt nálunk Magyarországon, és ekkor lehet számítani erre a hatalmas jamboréra, mert hogy úgy készülünk, hogy egy ilyen közös előadást készítünk majd a német és spanyol diákokkal, tanárokkal, és összefogjuk a projektünket egy záró bulival, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz. Hát majd megmutatjátok, hogy milyen a magyar virtus. Hát kívánok kellemes húsvéti ünnepeket, és jó munkát még a hátra levő időszakra. Köszönjük szépen. Kedves nézők, mi pedig híradó után jövünk vissza, és a húsvét különböző dekorációival ismerkedhetnek meg.